Eszti mese, Havancsák Esztivel. Beszélgetős műsor zenész barátaimmal, ami a kulisszák mögött zajlik. Sztárpletykák, sztártitkok. Hallgass minket itt, a Trimedio Rádió. Én Tatár Avancsák Eszti vagyok, vendégem pedig, hát nem fogjátok kitalálni, és szerintem a zenéből se találtátok ki, mivel a Kiss & Stop dalát hallottátok, amit jó magam írtam Pál Zoltán barátommal együtt, de vendégem ma egy olyan ember, aki nagyon szereti a mi zenénket is, mi pedig nagyon szeretjük őt, vendégem Horváth Sándor Sasa, szia Sasa! Hello, szia Eszti, köszöntöm a hallgatókat, és köszi, hogy itt lehetek. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sasa, mesélj egy picit, légy szíves a kedves rádióhallgatóknak, hogy ki is vagy te, és mivel foglalkozol. Gondolom, nem egy szakmai önéletrajzra vagy kíváncsi, úgyhogy hát vágjunk bele. Mint ahogy mondtad, Horváth Sasa vagyok, szakmában így ismernek. Egy nemzetközi cégnek vagyok a magyarországi vezető oktatója. Több márkánál dolgoztam már, igazából a szakma megszállottja vagyok. Szeretek mindent, ami a fodrászattal kapcsolatos.
lehet, hogy egy kicsit unalmasnak is tűnök, de majdnem, hogy hobbim is ez, ez az egyik nagy hobbim. Szenvedélyesen szeretek úgymond alkotni, és így örömet okozni, és megvalósítani azt, amit mondjuk így a vendéggel, vagy a céggel közösen megálmodunk. Jó, hát azért mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy azért nem egy hétköznapi Figaro vagy te, mert hogy azért nem teljesen úgy van, ha jól tudom, hogy te az utca emberének vágod a haját, hanem egy picit több vagy ennél. Kiknek vágtad mondjuk már a haját, és milyen körökben mozogsz mondjuk a szakmán belül? Szakmán belül köröknek? Hát, ez egy érdekes kérdés. Színházra, zenészekre. Rengeteg ismert embernek, igen, már. Alkottam így a frizuráját, vagy bizonyos produkciókhoz hozzájárultam. Volt szerencsém nagy nemzetközi produkciókban is részt venni. Hát itt van nagyon sok olyan, amikor köt még a titoktartás, úgyhogy ezekről így nem tudok így név szerint beszélni. De hogyha előlegezik így a bizalmat a hallgatók, akkor láthatnak bizonyos női magazinoknak így a hasábjain, heti magazinoknak a hasábjain, mint rendszeres szakértője annak a rovatnak. Címlapokon fotóztunk már rengeteget. Úgyhogy, és hát ellentétben az, amit mondtál, annyit azért hozzátennék, hogy igen, az utca emberét is nagyon szívesen hajat vágok, vagy alkotok neki valamit. Színházi produkciókban dolgoztál? Színházi produkciókban is dolgoztam, sőt, külföldi vándorprodukciókban is dolgoztam már, sőt, volt ugye lehetőségem diákként még otthonról, Kazincz Balczi Károlyi diák színpadon kipróbálni magam többször. Wow. Úgyhogy mind a két oldalról érintett vagyok. Figyelj csak, itt a tanulást említetted, elmondod a kedves hallgatónk meg, hogy honnan jött egyáltalán ez a haj szeretet, a szőr szeretete, és hol tanultad ki ezt a mesterséget? Borsodabó-Zemplén megyében kezdtem egy véletlen folytán, egyszer elhívtak egy vizsgára a modellnek, és ott tetszett meg a dolog. Teljesen más szakirányban. Várj, te voltál ott a hajmodell? Képzeld el, igen. Én voltam a hajmodell. És ott tetszett meg ez az egész millió, ez az egész hangulat. Aztán csapott-papott ott hagytam az előző képzésben, egy ilyen vegyipari műszaki képzésen voltam előtte, tehát teljesen más van, mint amiben most mondjuk dolgozom. Mondjuk figyelj, a vegyipar! De inkább a műszaki számítástechnika. Tehát énemet ismeri, az ugye eléggé meglepődik ezen, de az is én vagyok. És igazából így indultunk el egy ilyen meglátni, megszeretni alapon. Átjelentkeztem egy másik intézménybe, másik iskolába, ahol rögtön egy október elején, szeptemberben kezdtem a szakképzést, október elején pedig egy versenyen volt lehetőségem indulni, amit rögtön megnyertem a kategóriában, és innen indult el. Aha, és itt hány éves voltál, Sose? Hát kérlek szépen, ez már 17 évesen indult a történet, és hát 18 éves koromra már országos bajnok voltam, és innen indult el tulajdonképpen az oktatás, bekerültem a szakmába, nagy nevű mesterekkel dolgozhattam együtt. És a Mesterfodrászi címet azt mikor szerezted? A Mesterfodrászi cím az egy vizsgához köt, és hát már az iskolát is ilyen szakmakiváló tanulói eredménnyel végeztem, tehát mindenütt benne voltam, ez egy hosszú folyamat lenne itt elmesélni, és az egész műsoridő rámenne, de különböző nagy eredmények után kaptam egy nívós díjat, ahol Franciaországba mehettem ki, és ott tanulhattam, majd később ott dolgoztam, és itt jött az oktatás szeretete. Aha, tehát ha jól értem, akkor Párizsban is tanultál, és Párizsban is dolgoztál. Hány évet voltál kint összesen? Összesen egy másfél évről beszélünk. Aha, és Párizs mennyire hatott ki nem is azt mondom, hogy a szakmai részére, hanem az egész stílusra, az egész mert ugye azért igen, mert ez a Párizs azért ott az a divatnak a központja, vagy a kiindulóban. Igen, de igazából Párizsnak van egy illata, minden országnak van egy illata, de Párizs illata igazán megfogott, inkább úgy mondom. Imádod. És Párizs egy szerelem, egy örök szerelem, és Párizs az, ahol tulajdonképpen mindig meg tudok újulni, tudok inspirálódni,
Tehát nekem mindig Párizs lesz az igazi szerelmem. És Párizsban mit csinálsz egyébként? Mert úgy tudom, hogy mostanában is jársz vissza, illetve most mindig jársz vissza. Nem, most már nem, most újabban csak tanulni járok, és a pandémia ideje alatt most sajnos ezek a oktatások csak online módon zajlottak, illetve nekünk is, az én oktatásaim is online módon zajlanak. Tehát megismertem én is megint egy új oldalamat, és új oldalamat láthatnak a... A cégről légy szíves, beszélj már, mert hogy mondtad, hogy egy cég, cégen belül egy márkának vagy a vezető oktatója, hogy a Framézi nemzetközi, hát úgymond fodrász csúcshatalomnak vagyok a magyarországi vezető oktatója. Egy szenzációs szakmája iránt hasonlóan szerelmes emberekről van szó, mint amilyen én is vagyok. Nagyon-nagyon közös a filozófiánk, mindenki szeret oktatni, alkotni, és innentől kezdve egy közös célunk van, átadni a tudásunkat, és tanulni egymástól. Hát ez nagyon izgalmas, Sasa. Figyelj, tartsunk egy pici rövid szünetet. Köszönöm. Mit szólnál hozzá, ha meghallgatnánk az egyik kedvenc dalodat a Kiss & Steph lemezről? És melyik lesz az? Melyik lesz az? A Csókkal vár a nyár. Ó, oké. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Esztimese című műsort halljátok, ne menjetek sehova. Jövünk vissza vendégemmel, Horváth Sándor Sasával. És az Esztimese című műsort halljátok, vendégem pedig Horváth Sándor Sasa, a Mesterfodrászok mesterfodrásza. Ó, köszönöm. És hát még mindig itt vagyunk, ugye, és beszélgetünk tovább, hiszen rengeteg kérdésem van, és rengeteg mindenre vagyok kíváncsi. Ugye beszéltünk arról, hogy
mivel foglalkozol, hol tanultál, hogy hol dolgoztál, hogy Párizs, hogy cégen belül egy márkának vagy a vezetőoktatója. Így van. De most egy kicsit beszélgessünk a sztárokról, mert ez a téma szerintem mindenkit nagyon érdekel. Ez egy örök izgalmas téma. Igen, 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 és én is állandóan lapozom a bulvárokat, és nézem, hogy kinek milyen a haja. A sztárok szerinted mitől lesznek trendiek, Sosa? Trendiség és a sztárság szerintem egyébként az, hogy valaki sztár, és az, hogy trendi, azt választjuk rögtön ketté. Szerintem mindenki lehet trendi, aki leginkább önmaga, vagy... Nem azt mondta, mindenki lehet sztár. Nem, ez is, szerintem nem az a műsor, nem arra cíloztam. Tehát szerintem mindenki lehet trendi, aki valójában összhangban van önmagával, ki van békülve önmagával, és mindenkinek jól tud állni, hogyha valamit tehát úgymond megfelelően viselsz, vagy összhangban vagy önmagaddal és a világgal. Beszélhetünk-e olyanról, hogy egyediség? Van-e ilyen, hogy egyediség? Egyediség? Van, igen. Ide tartozik szerintem az önmegvalósítás, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Illetve az, hogy egyediség, akkor most vegyük az én szakmámból például, egy egyedileg megalkotott frizura szerintem maga egy... Hát nevezzük úgy, hogy egy ilyen önmeghatározáshoz, vagy önmegvalósításhoz vezető út része. Tehát nagyon-nagyon fontos egy személyre szabott frizura, legalább formailag, de egy szín és egy megfelelően levágott, úgymond megvágott, megalkotott frizura, szerintem az maga az egyedi alkotás, és innentől kezdve egy ékszere lehet a viselőjének. Tehát amikor bejön valaki hozzád, igen, akkor te abban a pillanatban látod azt, hogy neki mondjuk mit fogsz csinálni? Milyen hajat vagy? Vagy hogy megy? Igen. Tehát, meg a színt mondjuk. A színben nekem az első és legfontosabb az, hogy egy ilyen kerek egészben látom szeretem így megnézni az illetőt. Biztos te is észrevetted, hogy előtt nem szoktunk rögtön nekiugrani a munkának, amikor elkezdünk beszélgetni, úgymond egymásra hangolódunk mi is egymással, mm-hmm, mert itt azért elárulhatjuk, nem, hogy én vagyok a fodrász. Így van, hála a jó Istennek, igen. És így könnyen beszélni, jobban megértik így a hallgatók talán. Igen, ez arról szól, hogy valaki megérkezik, és hogyha ő megtisztelt azzal, hogy megérkezik hozzám, és engem választott, mint fodrászt, akkor innentől kezdve én is megtisztelem azról, hogy akkor neki alkotok valamit, tehát neki hozunk létre valami frizurát és formát. Milyen trükkök vannak szerinted, amiket a sztárok bevetnek, hogy ők egyediek legyenek? Vagy trendiek? Hát az első és legfontosabb szerintem, hogy választanak, tudatosan választanak fodrászt, akiben uh-huh megbíznak. Szerintem ez, én azt teszem mindig észre, hogy a legfontosabb különböző díjátadókon, mint Oscar Gála, satöbbi alkalmával, hogy mindenkinek van egy... Vágtál már Oscar Gálára? Nem, ott meg sajnos nem. Ezért az más kaliber. De magyar ilyen díjátadókra vágtam már elég sok uh-huh hajat, és alkottam azokra különböző ilyen új kompozíciókat. Uh-huh. Szerintem ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja meg a fodrászát. És nem kell ahhoz mesterfodrásznak lenni, vagy rangos díjas fodrásznak. Szerintem a legfontosabb, hogy meglegyen a szimbiózis a vendég és a fodrász között. És milyen trükkök vannak? Uh-huh. Az első legfontosabb, hogyha van egy jól levágott frizura, akkor azt tudjuk alkalmazni, tudjuk használni. Tehát, hogy önmagadnak tekints, az az egyik legfontosabb. És hát a fodrász megosztom veled olyan trükköket, és olyan ilyen kis balansz trükköket adjon a tarsolyodba, hogy egy bizonyos termék, például száraz samponok használatával mit lehet elérni, hogy dúsabb hatást, vagy például a matpaszták segítségével mathatást hogy tudsz elérni. Te hallod, egyébként egyszer fújtam a hajamra, de ezt most komolyan mondom, száraz sampont. Hát, ne tudd meg, hogy néztem ki. Vagy rosszul fújtam, vagy túl sokat, de nem értettem a lényegét, de ezt majd nem érem. Meg kell használni, akkor ezt majd megtanuljuk legközelebb. Megtanuljuk legközelebb. Jó, szerinted mitől tökéletes egy frizura? Mitől lesz tökéletes? Szerintem a tökéletes frizura az attól tökéletes, hogy szimbiózisban van a viselője és maga a forma együtt. Nem él külön életet a forma. És az, a hogy szín. És mutatok itt a saját hajamra, mert ott most külön életet él a karanténoltak. Legközelebb jobb lesz, amit látod. Majd kijavítjuk. És hát a legfontosabb, hogy viselője és maga a frizura
egy egységet alkosson. Szerintem akkor ez tökéletes egy forma. Figyelj csak, amire még kíváncsi vagyok, ugye te nem csak hajat vágsz, hanem hajat építesz. Szokott aha. olyan lenni, hogy mondjuk csinálsz egy ilyen hajköltemény, mint mondjuk egy nagy madárfészek, egy rövid hajból lehet most ilyet csinálni? Most az ilyen bemutatókra gondolsz? Igen, igen, igen. Például az ilyen kotűrviseletekre? Igen, tehát előfordul, persze, persze. Ezt ez a látvány része. Ezt nehéz megcsinálni? Úgy mondom inkább, hogy technikás, van benne nehézség, előkészületet igényel, tehát különböző alapokat készítünk itt, vázrendszer. De ilyenkor tót hajakat használ? Rengeteget. Igazi hajat számra. Vagy műanyagot? Nem mindig igazat. Nem mindig igazi hajat. Ilyen, erre a célra vannak külön kifejlesztett, így mondja, ilyen konak, leon és egyéb termékek. Figyelj, még itt a blokknak a vége fele, arról beszélgessünk, mert ez engem is nagyon érdekel, hogy mi lesz a divatos az idei nyáron, illetve mi a nagyon ciki mondjuk. Itt a blokk végén talán szellőztessünk meg annyit itt a hallgatóknak, hogy a Wolf hajviselet fog hódítani. Csak nem ezt vágtak meg, nem nekem is. Véletlenül neked is valami hasonló van. Tehát ez lesz most az abszolút. Ez lesz az alapmenő, és a meleg színek, csokoládé, fényszőkék, pezsgő árnyalatok, és maga a nap színei. Mi az írtóciki most? Van írtó ilyen? Írtóciki? Beszéltünk talán tegnap róla, hogy a fiús, vagy nagyon lenyalt? Most a nőies formák mennek, tehát a röviden belül is a kicsit nőies formák fognak hódítani, és szerintem ezt nem sokára bővebben kibeszéljük. Jó, akkor figyelj, tartsunk egy nagyon rövid szünetet, megint hallgassunk meg egy kis Sense-Tap nótát. Melyik lesz az most? Melyik legyen az most? Szóljon akkor a Kiss & Stop slágere, a Hogy vagy? Bye.
Eszti Mese című műsort halljátok, az imént a Kiss & Stop együttestől a Hogy vagy című nóta szólt, nem árulok el titkot, hogy ez az én együttesem, és ezt a dalt én írtam zenét és szöveget illetően is, Sasának a vendégemnek, Horváth Sándor Sasa mesterfodrásznak pedig, hála Istennek a nagy kedvenc az együttesem. Van, hello, újra mindenkinek. Úgyhogy, hát onnan folytassuk akkor, Sasa, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy mi a trendi az idei nyáron, és mi a vérciki. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy mik a divatos termékek. Van ilyen egyáltalán, hogy divatos termékek? Egy ideje, igen, a termékek között is vannak divatos termékek. Ugye ezt most szétválaszthatjuk, hogy sztároknak is köszönhető, ki mit használ. De igazából egy új irányzatot kezdtünk el felvenni itt Magyarországon mi is a divatos termékek terén. Ide tartoznak a speciális nyári hajápolók. És itt ugye ez a nyári hajápoló, hogy most egy nyára kifejlesztett dolgok, vagy egy ilyen túlmarketinger dologgal állunk szemben, megnyugtatok mindenkit, hogy tényleg van értelme a nyári hajápolók használatának. És hogy miben más, ugye itt rögtön felverül a kérdés, az első az rögtön, hogy ez egy speciális hővédő, fényvédő anyag, tulajdonképpen nevezhetjük egy napozáshoz szükséges terméknek, ugye a bőrünk is megég, így a hajunk is lesz végni. Na ezt akartam kérdezni, hogy tényleg kiszárad, és leég a hajam? Abszolút, nem csak kiszárad és leég, hanem konkrétan töredezhet is. Tehát, a naptól? Magától a naptól. Atya így ég. Van, uh-huh. Így van. Tehát fontos védeni azt is, és ugye még a bőrünk lehámlik, és tud regenerálódni, hát a hajunkból sajnos marad a maradandó károsodás. Így erre vannak kifejlesztve ezek a speciális nyári termékek, amikben fitoflavonoidok, és nagyon sok természetes anyag van már benne. Igen, de az, hogy divatos egy termék, ez nyilván mindig az a divatos termék, amit te reklámozol, vagy a tied, nem? Vagy van Magyarország szerte egyféle divatos termék, nem? Ugye? Az egész világon van. Magyarország most már nagyon csatlakozott, és most már nem lógunk ki a sorból, nevezzük így. Beálltunk a sorba a nemzetközi trendek irányába. A magyar fodrászat és az úgymond divatos termékek ezáltal nagyon-nagyon ott vagyunk a top vonalban. Ugyanúgy és ugyanakkor jelenik meg nálunk egy trendanyag, egy hozzátartozó új termék, egy világújdonság, sztárok kedvencei, mint amikor bárhol a világban egyszerre. Nagyon-nagyon ott vagyunk az élvonalban, nem vagyunk lemaradva. Hát ezt mondjuk nem gondoltam volna egyébként, de nagyon örülök neki. Erről a Wolf ez egy irányzat, te jó ez Isten! Egy irányzat. A farkas lett a legújabb irányzat. Akkor hogy is van ez? Ez a Wolf, ez igazából egy fantázia név, egy amerikai fodrász alkotta meg ezt már korábban. Ugye a divat is egy körforgás, ugyanúgy, mint az élet, tehát minden ismétlődik, max. Egy kicsit átalakul. Ez már volt divat? Ez már volt évekkel ezelőtt. Ugye eddig ezek a, nem volt annyira divat most az ilyen tépet, ilyen keszekusza formák, hanem inkább ezek a szabályos vonalak, hódítottak geometrikus formák. Most viszont ezek a vonalak, ezek a formák kicsit megnyúlott állapotban, tehát megnőtt állapotban, egy ilyen tépet, súlyozott fejtető kontúrokkal, nagyon-nagyon szabályosan levágott és tépett vonalak keverednek egymással. Tudod, mi jutott itt eszembe, Sasa, hogy én világéletemben rövid hajat viseltem, de nem titkolt nagy álmom, az a baj, soha nem lesz. Nem tudom kivárni, amíg megnő a hajam, ez a long bob. Aha. Hogy erről, ezt mondjuk azért el a kedves hallgatóknak, hogy te valamit nyertél ezzel a long bobbal, ugye? Hogy világbajnok lettél talán vele? A long bob az a... Nem, a long bob, mint formát, egy long bob-szerű irányzatot bekerültem 2000-es évek elején a Interkoeffür Hungary csapatába. Ez a Nemzetközi Trendalkotó Fodrászok csapata szövetsége, és ott alkottam többek között egy ilyen long bob irányzatot, kicsit ilyen aszimmetrikus, kicsit ilyen cyberes hatással. Ennek volt a tagja. Egyébként, amire te gondolsz, az a nemzetközi nagy bajnokságon is hasonlót nyertem, egy open kategóriában egyébként a 2000. október 22-es. Magyarországon volt. Az is egy hasonló forma volt. Aha. Azt mondtad nekem, hogy bocs, az ő miatt álltam meg, Tomek.
Azt mondtad nekem, hogy a maszkviselésről van egy jó kis sztorid, mert hogy én szeretném neked elmondani, hogy én iszonyatosan éreztem magam a karantén alatt, és tudod miért? Azért föl kellett vennem a fülemre a maszkot, nem csak, aha, hogy elállt a fülem, de hogy a hajam ilyen szép sátorba kifele elkezdett. Sátorosodás, örök probléma. És fújtam magamra a lakkot, a hajvizet, és már bőgtem a végén. És felment tőle az agyvizet. Felment az agyvizet, és kifésülni se tudtam, aztán húztam, aztán megtört. Mi volt ez a vicces sztori a maszkviselésre kapcsolatban? Egy nagyon érdekes dolgot vettem észre. Ez a maszkviselés ugye teljesen, ez elején mindenki szenvedett tőle. Mondjuk én mai napig előírás, de ez egy másik dolog. De úgy képzeld el, hogy azt tapasztaltam így, és több kollégával is beszélgettem erről, hogy szintén hasonló következtetéseket vontak le, hogy a vendégek mint egy ilyen állarcként, tehát rendesen ruhadarab, divat kiegészítő lett, ugye millió formája megtalálható. És millió színben, a csillagos, így van, formában, mindenben. És rendesen kellék lett az archoz. És azt vettem észre, hogy itt saját fodrászpraxison belül is, hogy a kicsit félszegebb, nehezen nyitó vendégek is sokkal bátrabbak lettek, ugyanis ez a maszk mint egy ilyen állarc funkcionált rajta. És olyan vendégek is bevállalósabbak lettek, akik korábban így ezt meggondolták volna. Mivel ugye a teljes arcot gondolom én egy részét eltakarta, és így mások lehettek. És gyakorlatilag a frizurához nagyon sokszor, igen. Nagyon sokszor, igen. Ahhoz, hát ugye formailag igen, főleg, hogyha valami probléma van, hogy kicsit elállóbb fül, mint mondjuk az enyém is. És tehát ne sértsünk meg itt senkit. Hozzáalakítottuk a frizurát, én is például hozzáalakítottam, és így színileg is alkottunk hozzá egy-egy különlegességet. És mindenkit rendileg. És mindenkit rendileg. A következő blokkot szeretném azzal folytatni, mert nagyon érdekel, hogy ugye te Párizsban is tartasz oktatásokat, online is tartottál a karantén alatt oktatásokat, hogy egy ilyen oktatás hogyan épül fel, jó? Ezzel folytassuk, most tartunk egy rövid szünetet az Esztimese című műsorban, és akkor szóljon még egy nagy kedvenced a Kisztensztap lemezről. Én Tatár Havancsák Eszti vagyok, és Horváth Sándor Sasa a vendégem. Hamarosan jövünk.
beszéltünk róla ugye az előző blogban, illetve ott hagytuk abba, hogy tartasz nagy közönségek előtt is, illetve online is oktatásokat, hogy egy ilyen oktatás, ez hogy épül fel? Ez az online oktatás, ugye ez most jött be nem olyan régen az életünkbe, ha már az előbb a pandémiával és a maszkokkal fejeztük be, ugye egy teljesen más élethelyzet állt elő. Én is online oktattam, tudod, hogy én meg tanítom. Szerintem ezt mindannyian újra tanultuk. Az az érdekes az egészben, hogy nem volt annyira rémisztő, mint az elején így gondoltam erről az egészről. Egy teljesen új helyzet volt, sőt, a végén azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy ciki. Igen, egy kicsit élveztem, hogy egy új helyzet, egy új forma. Ez perverz. Lehetséges, szakmai perverzió. Vállalom akkor. Tehát az oktatások, amiket tartok így kollégáimmal együtt, ez az aktuális a cégen belül képviselt trendet, anyagok használatát, szakmai továbbképzéseket jelent a szakmán belül. Amire esetleg te gondoltál így korábban, nemzetközi és egyéb oktatásokra, azokra most csak Magyarországon belül van lehetőségem is. Tehát most magyarul tartod ezeket az oktatásokat? Igen. Magyarul, Magyarországon, magyar fodrászoknak így képviselnek, viszont minket is nagyon-nagyon sűrűn képeznek. Ez is egy új módszer, nagyon sokszor elég durva, hogy az otthoni nappalimból, vagy éppen a kedvenc fotelomból tudom a szakmai továbbképzést én is elsajátítani. Adjunk már trükköket a hallgatóknak, hogy ők otthon mondjuk, hogy ápolhatják a hajukat, vagy egyáltalán megéri-e ilyen hajápoló termékeket venni? És mik a trükkök? Trükkök? Hú, titkokat árulja, sosa titkokat! Titkokat. Titkok nagyon nincsenek, akkor inkább fordiókat osszunk meg, ez így helyes. Okay. Akkor itt leszünk, akkor most így szerintem itt a technikus kollega és mindenki akkor most be fog ide ágyazni, és az nem mondhat, hogy itt leszünk két hétig, de akkor vágjunk bele. Ő már amúgy is beágyazott ide, úgyhogy neki teljesen mindegy szegénynek. Az első és legfontosabb szerintem, hogy ha tényleg tökéletes és célzott problémákat akarunk megoldani, ide tartozik a lelapuló, vékony szálú haj, például fejbőrzsírosodás, vagy mondjuk egy viszkető fejbőr, vagy egy gyakori hajmosás problémája, akkor ott vagy a szakemberrel, tehát a fodrászunkkal konzultáljunk, hogy nekünk mi lenne a tökéletes és mi a célzott hajápoló, vagy pedig más szakemberekkel vagy blogokon próbáljunk meg információkat szerezni, vagy pedig keressünk meg különböző internetes webáruházakat, cégek képviselőit, és ott a kérdéseinkre megkapjuk a választ. Ez nagyon fontos. Az egész onnan indul, hogy megfelelő hajápoló és formázó terméknek a megválasztása. Manapság már szerintem minden cég képviselője vagy fodrásza fel van szerelkezve azzal, hogy a vendégnek tud ajánlani. De ha nem jót veszek, akkor kárt is teltek a hajamban? Sajnos igen. Akkor most itt átmegyünk. És rám nézel most, nagyon rám nézel, mert hogy én a karantén alatt szerintem túlfestettem a hajamat, de ezt most látod, sajnálom, hogy, illetve vagy szerencsére, hogy a hallgatók akkor vegyünk most téged látják, most, elemezzünk ki. Vegyünk engem, igen. Jó, hát akkor vegyük a te hajat. Mit rontottam én el? Az első és legfontosabb, hogy azt tudomásul kell venni, hogy hajfesték, festéket nem világosít. Tehát ha nekünk van, festettünk otthon egy nem megfelelő hajszín, és arra ráfestünk még egy, vagy kettő, vagy három hajfestéket, különböző világosabb és egyéb árnyalatokat, nem fogjuk elérni a kívánt hatást. Kedves hallgatók, most sose rólam beszél egyébként, mert én minden alkalommal világosítani szerettem volna a hajamat, de rá kellett jönnöm, hogy tudod, mire jöttem rá? Most ez nyilván nem nagy titok, mert egy fodrász az kinevetne, de hogy az a baj, hogy egyszer be lett festve valamilyen színre a hajam, én azt világosítani szerettem volna, ráfestettem, és két hét múlva ugyanaz a szín jött vissza, tehát ez létezik? Ez létezik, nagyon jól látod, itt van az a probléma, amivel kezdtem itt a mondandómat, hogy festéket nem világosít. Mm. Tehát ha világosítani akarunk egy nem kívánt színt, vagy azt eltávolítani, akkor ott különböző ilyen szűkítő, felvilágosító termékekre van szükség, azt pedig szerintem bízzuk szakemberre. Aha. Ott elég nagy lehet a bakét. És itt mit rontottam el a tövénél? Tehát nekem gyakorlatilag elhalt a hajam most? Hát egy kicsit igen, úgy élettelen lett a hajadnak a hossza. És elmondanád a
hallgatóknak, hogy hogy fogod ezt helyre hozni, mert hogy ugye erről is beszélgettünk. Egy nem levágni fogja, már levágta tegnap, és még egy picit fogja vágni, nézek. Vágni is fogunk még, nem még alakítani fogunk. Korábban egyébként a hangmérnök kollega nagyon jól mutatta, ezt ollóval tudtuk volna inkább megvalósítani. Most már a Framézinek van egy szenzációs hajszerkezet építő és úgymond bond kreátor terméke, és ezt fogjuk hozzáadni egy speciális agyagos szőkítőhöz, ahol ki fogjuk használni a fejbőrödnek a, és a szervezetednek a hő háztartását, és így kevés roncsolással, egy nagyon alacsony százalékkal el fogjuk távolítani a nem kívánt szint róla, és be fogjuk festeni egy úgymond vegyszerekben és káros anyagokban szinte úgy mondjuk, hogy hiányát élvező hajfestékkel, tehát egy nagyon-nagyon modern anyaggal, egy ilyen 10-15 perc alatt, utána árnyalni fogjuk a hajad, és kapsz egy új szint. Még egy kérdés a vége előtt, mert nem tudok elmenni mellette, hogy megkérdezzem. Sajnos 5 forgó van a fejemen, a hajamon. Tapasztaltam már. És azt szeretném megkérdezni, hogy kár teszek-e, és szerintem egyébként a hallgatókat is nagyon érdekli, mert nem vagyok egyedül azzal, hogy mivel rövid a hajam, nehéz beállítani reggel, minden nap hajat mosok. Kárt tudok benne tenni? Tehát a szerkezetében mondjuk a hajamnak? Ezzel? Nem mindegy, mivel mossuk, amivel kezdtük is. Itt ugyancsak ezt a örök értékű mondatot tudom elmondani. A legfontosabb szulfátmentes készítmény, mindennapos hajmosásra alkalmas terméket használjunk. És azt, hogy mindennapos hajmosás káros-e, szerintem nem. Én is minden nap hajat mosok. Nem zsírosodik tőle jobban? Nem. Ha megfelelő terméket használunk, nem. Ez nagyon jó. Köszönöm szépen. Ezentúl is mindig mosni fogom a hajamat. Most a hajad ezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Sasa. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Vendégem Horváth Sándor Sasa volt, a Mesterfodrászok, a Figarok Figarója. Jövő héten egy új vendéggel jövök. Ez az Eszti Mese című műsor volt. Én Tatár Havancsák Eszti voltam. Most pedig engedjétek meg, hogy a saját lemezünkről, a Kiss & Stop lemezről lejátszuk a Kiss & Stop című dalt. Sziasztok, találkozunk a jövő héten is!
Thank you.